1954-ben született Dombóváron. Már gyermekkorában hangsúlyos szerepet kapott a zene, zeneiskolában zongorázni tanult, majd a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában a kürt volt a hangszere. Az 5 órai tea rendezvény sorozat vendége ezúttal Nagy Viktor, Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész volt. Szüleim is itt éltek, sőt, dédszüleim is itt éltek, és hát... Ide jártam zenei általános iskolába, és hát itt nagyon sok minden fűz ide, tehát nem csak az általános iskola, barátok. Tulajdonképpen itt kezdtem zenélni a zeneiskolában, először zongorista voltam, aztán fúvos hangszerek kezdtek érdekelni, és végül is kürtösként felvettek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába 1968-ban, tehát egész odáig dombovári voltam, 54-ben születtem, tehát 14 évig. Aztán már úgy félig pécsi lettem, tehát oda jártam gimnáziumba, utána oda jártam a zeneművészeti főiskolára, majd 83-ban a színművészeti, akkor még főiskolára vettek föl nappali tagozatra, és akkor oda aztán 5 év plusz, aztán azóta ott élek Budapesten, de hát édesanyám, aki idén halt meg, végig itt él Dombováron, és hát sokat találkoztunk, és látogattam. A zene családi indítatás volt, mondja a rendező. Beírattak a zenei általánosba, és akkor hát mi legyen a hangszer? Mi legyen a hangszer? Hát legyen zongora. És akkor zongoránk nem volt, és egyik rokonunkhoz jártunk gyakorolni. Hát télen fűtetlen szoba volt, nem volt valami túlságosan barátságos, de hát azért lehetett, aztán később vásároltunk egy zongorát, és akkor már könnyebb volt a helyzet. Tehát így lettem zenész. 1976-ban zenetanári diplomát szerzett, majd rövid ideig gyakorolta a zenepedagógusi hivatást. Írni kezdtem mindenfélét, többek között színdarabokat is, és akkor hát nem volt, aki megcsinálja, megrendezze, és akkor saját magam elkezdtem ezzel foglalkozni, és annyira megszerettem, hogy aztán nem csak saját darabjaimat, hanem más darabokat is megcsináltam társaimban, gimnázistákkal, később idősebbekkel is már dolgoztam. Hát akkor fénykora volt ennek a úgynevezett amatőr színjátszásnak. Pécset is nagyon sok ilyen együttes volt, milyen kis nagyon jó kis társaság volt. Hát annak az utódja lett az a Pécsi harmadik színház, amit a Vince János barátom vezet a mai napig. Bár Nagy Viktor napjainkban már nyugdíjas korban van, ennek ellenére fiatalokat meghazudtolva dolgozik, rendez, tanít. Budapesten az Új Színháznak vagyok a főrendezője. Jelen pillanatban Színház és Filmművészeti Egyetemen most indítok egy rendezőosztályt szeptemberben. Most lesznek az utolsó fordulók, felvételi fordulók, 2 nap. Mellette tanítok dramaturgokat is, zene, stílus, történetre, stb. Aztán tagja vagyok a Magyar Művészeti Akadémiának, ott tagozatvezető vagyok, tehát ott is van elég sok munka. Úgyhogy van éppen elég tennivaló. Ezzel telnek a napjaim. A fiatalok sok minden iránt érdeklődnek, és igazából nem azt mondom, hogy nehéz őket bevinni a színházba, de nem könnyű eltalálni, hogy éppenséggel mire kíváncsiak. Ugyanúgy kíváncsiak esetleg egy zenés darabra, vagy egy prózára, vagy egy kicsit avantgárdabb színházi felfogású előadásokra, hagyományosra, tehát tulajdonképpen mindenevőek. De hát a jót azt szeretik, tehát igazából a hamar fölmérik, hogy hova érdemes menni. Tehát nem rosszabb a helyzet, mint volt, hanem inkább egy kicsit más olyan szempontból, hogy sok mindennel meg kell küzdeni. Mobiltelefonnal, különböző TV csatornákkal, internetes csatornákkal, stb. Tehát ez vetélytársa a színháznak, filmre nem is beszélve, de a film talán annyira nem. Úgyhogy folyik minden színházban az a munka, hogy a fiatalokat bevigyék, és nem könnyű vállalkozás, de szerintem van jövője.
akiket viszont megragad a színház világa, különleges élményekben lehet részük. Kell egy ráhangolás, egy ráhangolódás, tehát magam is tudom, hiszen talán jó visszaemlékszem, talán így profi színházba 14 éves koromban kerültem, 8. osztálykiránduláson Budapesten, a Nemzeti Színházban, máig emlékszem. Tehát így Dombóváron én színházban nem voltam, tehát itt nem volt semmiféle színház, Pécsre nem jártunk, úgyhogy az volt az első, de hát ezek komoly benyomást keltettek az emberben.